Ötödik rész. Gazdák kutyáikért. 18. Vak. Kassai Ágnes. 8 hetes korában került mellém az angol Cocker Spaniel. Pedro szófogadó és tanulékony kutyának bizonyult. Hamar megértette, a járda végén meg kell állni, míg oda nem értem, leült, és az úttestre csak akkor lépett le, ha azt kézintéssel jeleztem. Kezdeményező is volt. Magától ment be a vízbe, és ennek megfelelően imádott úszni. Az étkező tája előtt is aktívnak bizonyult. Nem volt verekedős fajta, mindig ő húzta a rövidebbet. 8 éves lehetett, amikor jobb szemén szürke hályog keletkezett. Annak beérésével 3 év alatt fokozatosan elvesztette látását. Ez idő alatt derült ki, hogy másik szemével sem lát. Addigi virgonságát alább hagyva egyre óvatosabban közlekedett, a parkban már nem rohangált, inkább csak bóklászott. Mára már teljesen elbizonytalanodott. Nem játszik kutyákkal, és vízbe is épp, hogy csak bemegy úszni, néhány tempó után már jön is ki onnan. A többi kutya nem támadja őt. Azokat csak akkor veszi észre, ha szagukat megérzi, a másik kutyát körbeszaglásza, megnézi, hogy az milyen nemű. Szárazföldi közlekedése során szaglására támaszkodik. Útközben óra végig a földet csöpri. A lépcső irányát úgy állapítja meg, hogy órát egyre lejjebb nyomja, és ha annak hegye talpavonalánál alább van, akkor tudja, le kell lépni. Ellenkező esetben pedig felfele vezet az út. Utcán csak pórázon sétál. Óvatosan, megfontoltan lépked. A lakásban megszokásból közlekedik. Az útvonalakat ismeri, bátran halad. Ha egy tárgyat, széket, szemetesedényt, ajtót véletlenül nem teszünk a helyére, nem nyitjuk ki, és az a kutya szabadnak tudott útvonalába esik, akkor neki megy. Az egyik ajtót elfelejtettük sarkig tárni. Pedro a maga tempójában a szobába be akart menni, ám a zárt ajtón nagyot koppant. Viselkedése bizonytalanságot tükrözött. Talán nem jó felé mentem? A hozzánk való viszonyában is beállt némi változás. Sokkal gazdisabb lett. Más kutyákkal már nem barátkozik, velünk viszont egyre többet akar játszani. Minden este odajön hozzám, és a lábával elkezdi lehúzni rólam az oknit. Kezemmel azt annyira letolom, hogy annak végét Pedro szájával meg tudja fogni. Nagy morgással szerzi meg zsákmányát. Boldogan viszi a helyére, és azt mindenkitől védelmezi. Ha el akarom venni tőle az oknit, akkor szájába kapja és megmutatja, ez az enyém. Végül is, ha továbbra is nagy szükségem van az oknira, úgy azt odaadja nekem, soha nem harapna meg. Látásvesztése óta erősen csípásodik a szeme. Naponta legalább 10-szer törlöm ki szeme sarkából a megkeményedett váladékot, eleinte a szemrésében gyűlt össze, majd áttevődött szem sarkába. Egyébként Pedro maga a mancsával szokta törölgetni a szemét. Látásának gyöngülésével egy időben hallása is kezdett romlani. Hiába hívtam őt magamhoz, nem reagált rá. Az éles hangokra egy ideig még felfigyelt, de hallása is teljesen elveszett. Mivel Pedro világéletében szófogadó volt, ezért hallásromlásának legelején nem feltételeztem róla, hogy szavamat nem akarja meghallani. 2 évvel ezelőtt történt, sétálni indultunk volna. Pedro az ajtó előtt állt, mikor hirtelen oldalára dőlt és elkezdett rángatózni. Szája nem habzott. Sokáig maradt ebben az eszméletvesztett állapotban, a kutya mereven feküdt, feje féloldalt felfele ágoskodott. Az állatorvos agyérgörcsre vagy epilepsziás rohamra nyanakodott. Az utóbbi változat jött be. Pedro nyugtatót kap rá, időjárási front esetén belőle negyed szemet kell bevennie. Kutyám ízületei is megkoptak. Első jele az volt, amikor a nagy melegben hideg kövön feküdt, és amikor lábra akart állni, már nem volt képes. Betegségére zöld kagyló kapszulát kap, ami tünetmentessé tette. Pedro ma már 14 éves. A sok baj ellenére köszöni szépen, jól van.